Én is nagyon meg voltam lepődve, amikor először egy könyvben olvastam, hogy volt ott magyar közösség. Többek között azért kezdtem el érdeklődni a szarajevói magyar közösség iránt, mert akkor szembesültem vele, hogy a háború alatt ott magyarok is voltak. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon összetartó közösségről szól ez az egyesület. Ők annak idején a háború ide alatt keresték meg egymást, a telefonkönyvből nézték ki a magyar neveket, és címről címre jártak, úgy keresték meg egymást, azért, hogy tudjanak segíteni a háborúban rekedt magyaroknak. 25 éves idén az egyesület, és azt gondolom, hogy azóta is ez a mentalitás érvényesül ott, hogy próbálnak egymáson segíteni, csak ugye csatlakozott ehhez most már az, hogy kulturális rendezvényszervezésekkel foglalkoznak. Szarajevóban elég nehéz az ösztöndíjas feladata, mert aktív dolgozókról van szó, ezért ők csak munka mellett tudnak bekapcsolódni. Hozzáteszem, az elnök és az alelnök erőn felül teljesítik ezt, de sajnos mivel kicsi a közösség, tehát összesen egy körülbelül 200-300 fős közösségről beszélünk, akinek aktív tagja, az csak 30 körül van. Emiatt nekem kell a nyelvoktatással foglalkozni, a kulturális programszervezéssel, néha a helység rendbetételével, és hát vannak diplomáciai feladatok, mert hogy ők sajnos nem tudnak fogadni sokszor vendégeket, nem érnek rá, nem tudnak eljönni a munkahelyről. Szóval ebben is segíteni kell. Emellett gyerekekkel foglalkoztam, sajtóval, megújítottam a weboldalt, a közösségi médiában erősítettem egy kicsit őket, körülbelül ezzel. Itt elhangzott a záró konferencia megnyitóján, hogy egy nagyobb szabású konferenciának is a szervezője voltál, ez mi volt? Kommunikációs hídépítés a volt Jugoszlávia országainak magyar közösségei címmel indítottunk egy rendezvényt, ez május 25-e és 27-e között valósult meg Szarajevóban, és 5 ország magyar közösségeiből hívtunk meg vezetőket, Szlovénia, Macedónia, Szerbia, Horvátország és Bosznia-Hercegovina, illetve a magyarországi delegáció a miniszterelnökségből szintén ott volt. Nagyon előremutató kezdeményezésnek ígérkezik, és úgy látom, hogy többen érdeklődnek iránta. Ugye itt az volna a cél, hogy azok az egyesületek, akik hasonló problémákkal szembesülnek nap mint nap, megpróbálják egymást segíteni, megtalálják azokat az együttműködési lehetőségeket, amik a jövőben támogathatják őket. 2017 novemberében indítottam egy gyerekprogramot, úgyhogy havonta találkozunk a gyerekekkel, ahova eljönnek az ott dolgozó magyar családok gyermekei is. Ez is egy nagyon jó dolog, és most már kialakult egy olyan jó közösség, hogy már nincs szükség szervezésre, tehát most már keresik egymást, összejárnak. Illetve új helységbe költözött az egyesület, és megnyílt hivatalosan is a Magyar Ház Szarajevóban, ahol most már magyar tradicionális tárgyakat lehet megtekinteni, magyar könyvtárban, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog.